Ja, tiszta. Akkor kiveszel majd a modot, akkor a faszában fogunk kinézni. Ekit London a neve? Aston Martin új szponzorának. Brit több csatornás férfi és fiú ruházat kiskereskedő. Hű! Gyors, keresek. Mindjárt meg is tudom osztani a linket. Miről is van szó. Hol lesz egyébként a bemutató? Ferrari csatornáján? Vagy hol a csodába? Köszi, Iván. Jó. Ja, már megy a YouTube premier. Ez egy YouTube premier amúgy, ami megy itt. Jó Isten. Legalábbis az intro, hát az YouTube sablon szerintem. Hát ez teljesen. Egy Ferrari-tól ennyire tellik? Az igen. Szomorú. Bedobom a chatre a linket. Köszi, köszi egyébként, akik linkelték. Na, indul is. Hangot kapcsolt be. F1 15. Autóra ment minden pénz. Intróra nem maradt. Ne túlozzunk, Bence. Szerintem autóra se. 75. Nem, ez 15. Ja, tényleg, F1 75. Hát miért 75 ez? F1 75. Hát basszák meg, hát ilyen szar betűtípust. Hát ezek amatőrök. 50 ezer néző van csak a Ferrari-nál. De jó ég. Hát ez az Aston Martin-nál sokkal több volt. Ja, hát persze, ott van a világ legjobbja, igaz? Érthető. Lesz bemutató vajon? Vagy egyből oda dobják az autót, az viszont látás. Hú, ilyen sok fekete lesz a overában is. Az igen. Mostanában ezzel a feketével játszik. Valamivel nagyon-nagyon akar játszadozni a Ferrari. Ez a overall. Hát ez nem jó. Hát ez nagyon fura. Science-ok mekkora feje lett? Na. Menj már, de jól nézesz ki! Binotto, ahogy megjelenik. Azt a büdös! De jó grafika! Az anyádat! Óriási grafika! Szép, nagyon jó a díszlet. Kulisszák mögötti képek, tudjátok, hogy néz ki? Minden zöld, minden. Minden zöld, minden. Minden zöld, minden. Szóval minden zöld. Jó. Mi a Smokey? Hát, Cseszi, pontosan nem tudom neked megmondani, hogy melyik az. Discord mod szoba, LTS2 rang felvétele után megtekinthető. Ott van modos kiírás. Hát ott bogarásszál, ki kell keresned. Én is így csinálnám sajnos, nem tudom fejből megmondani neked. Ciao, Mattia! Hát az overall az nekem nem jön be. Mit gondoltok róla? A sapkájuk jó.
Hát, szokatlan. Nem rossz ez végül is, nem olyan rossz. Ne gondoljuk azért túl. De hát persze mondjuk Ferrari-t kezdem el bántani. Őket szerintem többet bántottam, mint Vettelt. Őt. Inkább csak a Ferrari-t bántottam az elmúlt éveimben. De a múltkori szavazásra emlékezzünk. Csak ennyit mondok. Nem mondok többet. Nagyon sok a nyugger. Nagyon sok. Vigyázni kell. Harapnak. Mondjuk, ha valakik, ha nyuggerek megértik szerintem a normális jó érveket. Ebből a szempontból szerencsések vagyunk. Ja, a Science jó volt. Nagyon jó volt tavaly. Ez egy jó tanuló év volt tőle, ahhoz képest. Kíváncsi leszek, hogy idén hogyan barátkozik meg az autóval. Kurva. Egy nagyon szorgalmas ember, Sainz. Leclerc meg egyszerűen csak egy ős tehetség. A kettő hogyan fog párosulni? Na, nem szórakoznak. Nagyon-nagyon szimpatikus eddig. Azt a büdös. Itt is van az autó. Olyan az orkup, mint a Williamsnek, ez a kicsikét ilyen gömbölyű. Ilyen kis, amenne egy kis dombocska. Sárga csík. Milyen orkúp, azt a büdös életbe, de jól néz az ki. Jó ég. Mi? Azt a kurva életbe, hát a Ferrari az most így... Ez igen. Ez a legjobb bemutató eddig. De durván néz ki a kocsi. Azt a büdös istálóját bele. Jézusom, nagyon beteg. Uhú, hát ezt nem gondoltam volna. Világbajnok autónak néz ki. Azt a büdös mocskos. Nagyon komolyulni. Jaj, gyerekek. Hát ez iszonyat beteg. Azt a bocskos istálóját. Nagyon durva. Piszok menő. A legszebb autó eddig, most viccen kívül. Bemutatóval mindenen együtt. Eddig nagyon kerek egész a Ferrari. Igen, oda tették. Nincsen fölösleges duma, beszélgettek, korrektül beszélgettek, érdemes figyelni a beszélgetésre. Lényegre törő az egész. Így kell bemutatót tartani. Az, hogy így megmutatják az autót, hát ez meg külön érdekes. És olyan elemeket, hát minden, gyerekek, hát látszódik, hogy nem egy bemutató autó. Nagyon magabiztos. Hát ez egy szimpatikus csapat benyomását kelti egyébként. Abszolút.
Na erre nagyon kíváncsi leszek, erre a kocsira, hogy fog viselkedni. Hát itt azért vannak érdekes megoldások. Brutál durva. Milyen elemek. Milyen vonások. Milyen festés. Milyen hatást kelt. Hát ez nem lesz lassú autó, az biztos. Ez ki van zárva. Ez ilyen női megérzés, tudjátok. Jó lett nagyon. Ja, szavazunk. Ki mit gondol? Ne hagyjátok magatokat manipulálni. Örül a szavazás. Tetszik vagy nem tetszik? Ez itt a kérdés, kérem szépen. Durva! Ez profi! Nagyon-nagyon profi bemutató. Brutál profi bemutató. Nagyon szuper. Ocskosul jól néz ki. Nagyon-nagyon tetszik ez a Ferrari. Azt a rohadt életbe. Nagyon komoly. Jó, egyszerűen hihet. Nekem ez teljesen, nekem a legjobb bemutató. Ezzel most nagyon meglepett a Ferrari. Le a kalappal előttük, nagyon. Egy nem szavazat érkezett eddig csak. Azt a mi pocskos életbe. Az igen. Az kemény. Hát amúgy igen. Aki neked nem tetszik, menjen curlinget nézni. Valóban. Ja, hát ilyenkor persze jött még egy, nem tetszik. Jó, oké. Kösz. Tudom ki volt az, de megtudom. Hát ez... Itt, a Ferrari-tól... Az, hogy ők ilyen autót mutattak be, skacok, ugye Aston Martinnál azt mondtam, hogy hát... Én nem érzek túlságosan jó dolgokat, hogy így megmutatták az autót, utána mentek egyből tesztelni is, meg ott
furán beszéltek az autóról, nagyon, nagyon ilyen tudatos nyilatkozat volt a részükről, hebegés, habogás. Viszont a Ferrari jött, bemutatta, beszéltek a lényegről, ennyi volt, kész. És mindent megmutattak. Ez egy kurva magabiztos csapat benyomását kelti. Nálad meg se fordult a fejembe, hogy te jó is, tehát itt valami baj van. Hát ha valamikor odaérhet a Ferrari, akkor most. Ezt így folytatják. Komoly, hát ez tényleg egy új éra. Az biztos. Ugye nézegettünk képeket erről. F. Hol is van? Ferrari. Még föl se rakták a képeket az autóról? Hát ez hogy lehet? Nem raktak föl hivatalos képeket az autóról? Az igen. Hát ez jó, őrület. Furcsa. Ebből nem készültek most. Hát évek óta ez megy. Nekik minden szadon az ő évük lesz, aztán sehol sincsenek. Hát szerintem most ez nem számít. Amit láttunk, arról beszéljünk. Én arról beszéltem legalábbis. Egyi. Hát persze. Nyilván ebből nem szabad azt levonni. Szerintem fölösleges utaság arra gondolni kapásból, hogy esetleg úristen világbajnok lesz itt bárki is a Ferrari-tól mondjuk, vagy ilyesmi. De szerintem fölösleges ebből ilyen dolgokat. Nem motort raktak össze. Hát nem tudom, hogy most mikori motorokat használhattak. Eddig fejleszthették a motorokat? Az idei évi motorokat. Hát tavalyi motorokat használnak? Vagy hogyan van pontosan a szabályzat ezzel kapcsolatban? Hát a motorfejlesztéseket ugye befagyasztották. De meddig fejleszthették? Első futamig lehet fejleszteni? Aha. Most még lehet fejleszteni. Aha. Akkor jó. Igen, izgalmas ez. És örülök neki, hogy mindenkinek ennyire tetszett az autó. Holnap meg ugye Mercedes, elvileg 10 órától lesz tőlük bemutató. Aztán, hogy meddig fog ezt tartani, hát a jó Isten tudja. Fene se tudja, tényleg. És utána csak megbízhatóságot lehet fejleszteni, aha. Azon kezdetéig világos. Jó. Hát ez nagyon menő. Há, Istenem. Kavartak most egyet a kártyapaklin, nem? Jól érzem? Kedves jelenlévők. Ugye? Elgondolkodtattak. És egyben jóságbe billentettek. Várja még jobban a szezont. Holnap egyébként nem leszek Mercedes bemutató alatt. Úgyhogy majd csak szombaton 10 óra 8 perctől fogjuk megnézni a Mercedes-t. Ez egészen biztos.
Egy ilyen bemutató? Hát... fél óra maximum. 30-40 perc maximum. De van, amikor csak pár perc. Tényleg csak pár perc. Tudja? Ennyi. Michael Mazit kirúgták. Igen. Értem, teljesen mindegy. Kirúgják-e vagy sem. Nem számít semmi sem. Akinek ez elég tétel, az szerintem nem látja a fától az erdőt. Nem ezen fog múlni. Ez csak egy... ez olyan, mint amikor írnak egy forgatókönyvet, te behívsz castingra egy embert, és na most akkor te válaszol a Brad Pittet, a Brad Pitt hátszalú teljesített, mehetsz haver, és akkor behívod a izét, mondjuk a Robert Downey-t, és akkor játszod el, gyerünk. Játszod el ugyanazt, amit ide írok neked, én vagyok a főnök, én vagyok a rendező, jó? Körülbelül erről van szó. Legalábbis ebben hiszek. Ez csak ilyen. Hát mint minden ilyen intézkedésé, kapárról fejek hullanak. Szerintem ez nem befolyásol semmit se. Ez csak ilyen... nem jelenti azt persze, hogy nem lesz változás. Hát ilyenkor kell az embereknek egy ilyen elégtétel, úgymond, hogy na, hó van azért, ők is észrevették, hogy hülye volt, húha. A kérdés az, hogy akik megbízták ezt az embert, mert kik bízták meg itt, azt is meg kell nézni szerintem. Azért azok sem voltak túlságosan éles eszű emberek, úgy gondolom. Ó, közben nem vettem ki a modot, ha mindjárt vissza ki kell lépnem akkor.